A hatodik teszed akcióra 2016. április 18-án éjfélig lehet jelentkezni. A programmal idén is kapcsolódik hazánk a nemzetközi személygyűjtési kezdeményezéshez, melynek keretében évek óta a magyar önkéntesek a legaktívabbak. Móni István, a teszed akció projektvezetője kérdésünkre elmondta, tavaly megközelítőleg 1500 kukás autónyi szemetet szedtek össze az önkéntesek az országban. Egyrészt az akció célja felhívni a figyelmet az önkéntes munka fontosságára, arra, hogy nem mindig arra várjunk, hogy valaki más megcsináljon valamit helyettünk. A másik célja az akciónak a környezettudatosság fejlesztése, növelése a lakosságban. Ehhez kapcsolódóan az akció keretében mi gyakorlatilag a mások által elhagyott eldobált szemetet szedjük össze önkénteseinkkel. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, az idei évben egy civil szervezettel és a megyei fejlesztési ügynökséggel közösen regisztrálnak a szemétszedési akcióra. Azt hiszem, hogy a szemlélet szempontjából, a szemléletformálás szempontjából ez egy jelentős fórum, és ezért csatlakozik a megyei önkormányzat is, amikor csak tud ehhez a kezdeményezéshez. Idén szeretnénk egy kicsit újítani a dolgon, és civil szervezetet is bevonni, és egy ilyen közösségen belül még egy közösséget létrehozva hozzájárulni ehhez, ennek a mozgalomnak a céljához. A tavalyi évben 170 ezeren csatlakoztak az akcióhoz, a megyéből több mint 6 ezeren vettek részt a személygyűjtésben. Országosan összesen 2300 tonna, vagyis 9000 köbméter szemetet szedtek össze a teszed önkéntesei.